Másik fő kérdés, amit a kutyusok mellett szoktak az ügyfelen kérdezni, hogy mennyire gyerekbarátok ezek a pázsitok. Ugye a holland gyártó itt is egyértelmű piktogramokkal tünteti fel nektek, hogy tudjatok dönteni. Minden füvünk gyerekbarát, de ez a kérdés, hogy mennyire gyerekbarát, azoktól az ügyfelektől szokott elhangozni főként, akinek kisbabájuk van, és még egy kis teraszra szeretnék, vagy egy nagyobb teraszra szeretnék kiengedni a kisgyereket. Oda pedig inkább olyan füveket szoktunk ajánlani, amik nagyon sejmesek, nagyon puhák, amin pedig az extra soft mező is megjelenik, vagyis a gyerek és az extra soft, azok nagyon puhák, és ha elesik rajta, akkor felpattan, és akkor nem is érzi, hogy bármi történt volna. Holland pázsit modellekre egységesen, típustól függetlenül 8 év garanciát biztosítunk, ez gyártói garancia, ezt meg tudjátok találni minden termékünknek az alján, ahogy a 8 év garanti, az ugye gyártói garancia, vagyis ez nem mi mondjuk ezt, hanem ugye a holland gyártó biztosítja a 8 évet, ez minden típusunkra igaz. Élettartama a füveknek 10 kötője 15 év, vagyis ez egy hosszú távú és megtérülő beruházás. Csináltunk ilyen számításokat, hogy mondjuk ahol a hagyományos gyepszőnyeg, locsolórendszer, kiépítés, talajcsere, vagy a holland pázsitnak a teljes rétegrendjével kell számolni, és az a tapasztalat, hogy körülbelül 3 év után megtérül egy kerti beruházásunk, utána pedig már élvezhető, és akkor már pluszba fordul a dolog. Ha pedig terasznál, ott ugye nem a megtérülési időt nézzük, mert ugye ott egy rideg betonburkolathoz, vagy kőburkolathoz kell hasonlítani, ott pedig inkább az élmény az, ami magasabb lesz, mert ugye egy sejmes, szép rendezett zöld felületet fogunk tudni biztosítani a teraszotokra.